22. alkalommal tartották meg a virágvasárnapi zenés áhítatot a Székesfehérvár helyőrség parancsnoka és a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezete szervezésében a Budai úti református templomban. A koncertet a székesfehérvári helyőrségi zenekar adta Nagy Péter színművész és Rezsnyák Róbert operaénekes közreműködésével, a zenekar Truff Tamás vezényelte. Görög István, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezetének alelnöke elmondta, nagyon örül neki, hogy ilyen sokan részt vettek az ünnepi eseményen. Berze János lelkipásztor kiemelte, minden évben különleges program a virágvasárnapi zenés áhítat, ami tulajdonképpen egy zenés passió, ahol felolvassák Jézus szenvedés történetét. Amiért ez a idei 2024-es zenés áhítat különleges, nekünk legalábbis, hát a székesfehérvári reformátusok 200 éves jubileumokat ünneplik, 1824. január 11-én alakult meg a református gyülekezet, 200 éve, 130 fővel, és a városunk reformátussága ezt ünnepli, ennek a sorozatnak is része a ma esti koncertünk. A Budai úti református templomban tovább folytatódnak az ünnepi programok. Március 27-én szerdán húsvéti hangverseny János Passió címmel ad koncertet az Alba Régia szimfonikus zenekar a Budai úti református egyházközség 200 éves jubileuma alkalmából.